Régi farmer kabát kerül a próbababára, majd új díszeket, feliratokat, kiegészítőket varnak ezekre a ruhadarabokra. Pécsen a Király utcai K20 elnevezésű üzlethelyiség ad otthont egy új kezdeményezésnek. A textilipar óriási szennyező a világban. Ez indította el a vállalkozást, hogy egy új szemléletet alakítson ki. A világ egyik legnagyobb vízpazarlója és hulladéktermelője. Az olcsó divat, a gyors divat hegyeket mozgat, sajnos hulladékhegyeket. A textil hulladék pedig évtizedekig szennyezi a környezetet, miközben a termeléssel rengeteg káros anyag kerül be a levegőbe és a vizeinkbe. Az újrahasznosítással tulajdonképpen a divat jövője az egyediségben rejlik, így most újrahasznosítani menő és trendi. Ha a vásárlók felismerik, hogy egy régi ruha nem a múlt, hanem a lehetőség, akkor a trendek is változnak, és ezt mi ezt folyamatosan követjük. Erdősi Petra azt mondja, jók a tapasztalataik. A workshopjaikon szívesen vesznek részt a nők, ahol varnak, illetve átalakítanak régebbi ruhadarabokat. Szeretik újrahasznosítani a dolgokat, mert úgy érzik, hogy tesznek valamit a bolygó érdekében. Mi is pontosan egyébként ezt tesszük, olyan darabokat kínálunk, amelynek történeteik miatt különlegesek, mégis abszolút modernek és stílusosak. Az új szemlélet kialakítása a fenntartható divat megteremtése mellett közösségépítést is végeznek a foglalkozásaikon. A visszajelzések szerint egyébként inspiráljuk őket, hogy fenntartható és tudatos, inspiráljuk őket a fenntartható és tudatos életmódra. Így a workshopjaink egyébként nem csak az alkotásról szólnak, hanem arról is, hogy közösséget építünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, eszmecserészhetünk, és jól érezhetjük magunkat. Az Erdősi Petra nevével filmjelzett Vintage Butik Édes Lányom Kávéháza november 25-ig látogatható a K20-ban, amit az önkormányzat biztosít vállalkozás ösztönző programja keretében. Itt prémium, vintage és kortárs használt ruhákat, valamint kiegészítőket kínálnak, illetve szakmai workshopon mutatják be, miként is élethetnek újra ezek a holmik egy közösségi térben. A Design Pécs egyik helyszíne volt októberben a butik.